A Nagykun látogatóközpontban boltárszállás néven szerveztek a gyerekeknek programokat. A Nagykun látogatóközpontban bojtárszállás néven szerveztek a gyerekeknek egésznapos kézműveskedést különböző feladatokkal, amelyek végrehajtása után bojtárrá is avatták a kicsiket, de népszerű volt az élőbarik simogatása is, tudtuk meg Nagy Emese szervezőtől. A Birkafőző Fesztiválon megszokottá vált, hogy 17 alkalommal már a gyerekeket a Juszárnyék programban láttuk vendégül, illetve különféle programokon vehettek részt nálunk. Most a Juszárnyéknek a kisöccsét, a Bojtárszállás nevű programot rendeztük meg, egy kicsit kevesebb programmal, kisebb helyszínen, de reméljük, hogy ugyanolyan jól fogják magukat érezni a gyerekek és a családok. Vannak kézműves foglalkozások, a lepénysütés, ami mindig sláger, gyékényt lehet kötni, kis ostort készíteni, nemezelni, illetve veszőt kötni. Vannak mini kis nátkunyhó és az hozzávaló kicsi főzőeszközök, kicsi bogrács, stb. A legkisebbeknek ki lehet próbálni, milyen is a bojtár élet a rétben. Azon kívül pedig van egy mobil tanösvénynek nevezett hely, amelyen a játékvezető a réti életnek, illetve a pásztor életnek a titkait, az érdekességeit meséli el a résztvevőknek, illetve tanítja meg egy-két ügyes fogásra, hogyan lehet túlélni a rétben, a mocsárban. Hogyan tudják a hagyományokat az egészen pici gyerekektől kezdődően a nagyobbaknak átadni ezáltal? Alapvetően gyerekprogramnak nevezzük ezeket a programokat, de a tapasztalat az, hogy a felnőttek is ugyanolyan szívesen részt vesznek a programjainkon. Eleinte még csak kísérik a gyermeket, mellette ülnek, de ugyanúgy beállnak utána nemezelni, ugyanúgy tapsolnak a bábszínházon, és itt megemlítem, hogy 17 órakor Néder Norbi Láda fia bábszínházával egy vásári bábjátékot fog előadni. Erre is várjuk szeretettel a résztvevőket. Az alapítványnak alapvetően a céljai elsődleges célja az, hogy helyi hagyományokra épülve szervezzük meg az összes programunkat. Ezt úgy értem, hogy nem múzeumszerűen próbáljuk átadni az ismereteket, a hagyományos ismereteket a gyerekeknek, hanem játékosan, közösségben, interaktív módon. Tehát a vezetőink nem csak egy mesterséget tudnak átadni, hanem tudják, a programunk vezetői a kommunikációt is, hogy hogyan kell beszélni például a gyapjúról, milyen információkat kell átadni, hogy az érdekes legyen. A manuális tevékenységek önmagukban érdeklik az arra fogékony gyerekeket, de ha kommunikációval alátámasztjuk ennek a tevékenységnek az érdekességét, akkor sokkal több mindenkit elérünk, úgy gondolom. Az összes itt lévő motívum, figura, az alapanyagok, az elnevezések, azok mind az itteni, jelen esetben a réti életnek, a jutartásnak, illetve a pásztorkodásnak az elemeiből tevődtek össze.